De most komolyan, Tomi, hogy tudsz ennyi hülyeséget te összehordani? Ezt a kérdést milliószor megkaptam az életemben, és én tényleg próbáltam rá valamilyen frappáns választ találni, de nagyjából körülbelül csak annyi sikerült mindig, hogy fogalmam sincs, igazából csak úgy jön. És ez nem kamu, valóban nem tudom, csak annyit tudok, hogy mióta az eszemet tudom, szeretnék valamilyen maradandót alkotni. És Isten lássa lelkem, egyébként én derék emberhez méltóan fogtam bele az önmegvalósításba. De hiába tanultam szorgalmasan az iskolában, aztán utána már nem annyira szorgalmasan az egyetemen, de azért lediplomázva, sosem számítottam igazából lángelmének. És hiába töltöttem el 15 évet aktív sporttal, és döglöttem bele minden nap a vízbe, a medencében, sosem mondták rám, hogy igazi sportklasszis lennék. És hiába tanultam meg több hangszeren is játszani, és alapítottam több, szerintem menő együttest, sosem mondták, hogy egy zenei géniusz lennék. Viszont az évek múlásával rájöttem egy dologra. Valamihez mégiscsak van tehetségem. Tudjátok, mi ez? Ne röhögjetek ki miatta, de igazából ezek az indokolatlan, vicces fasságok. Azok az indokolatlan, vicces fasságok, amik töménytelen mennyiségben keringenek nap mint nap a fejemben, és folyamatosan azt duruzsolják a fülembe, hogy Tomi, valósítsuk meg együtt magunkat. Szóval én engedtem a nyomásnak, hadrendbe állítottam őket, és úgy döntöttem, hogy a barátaim segítségével meg fogom valósítani azt, életre fogom kelteni azt, ami itt van bent a fejemben. Nos, ez a Club Trocadéro. A világ első mood sztoria. Vagyis egy olyan pszichedelikus történet, ami koncepcionálisan egyesíti az írást, az illusztrációt, a zenét és a videót. De igazából nem is gagyizom róla, mit szólnátok, hogyha elmesélném. Induljunk neki. Belépés Persely Tomi fején keresztül. Kezdjük Robikával. Robika 14 éves. Indokolatlanul nagy pólókban jár, amik kihangsúlyozzák csenevész vállait, viszont tökéletesen elrejtik Burgonyenko testfelépítését. Robikának nem sok barátja van. Szám szerint egy sem. Elég sokan cikizték őt egyébként elálló fülei miatt, amit ő azzal torolt meg, hogy eldöntötte, soha többé nem szól senkihez. Ezt egyébként a májkrémes kenyereknek a segítségével csinálja meg, ez egyébként egy ilyen védelmi mechanizmusként funkcionál nála, hiszen hogyha valaki mégiscsak szóba akarna elegyedni vele, ő azon előveszi ezt a budmiltáskájából, betömi a szájába, és köpködő morzsák formájában próbálja távol tartani magától a társalgó felett. Talán ennek is köszönhető, hogy Robikának összesen három dologból állt az élete. Kussolásból, buszozásból és fantasztikálásból. A kussolást egyfajta életformaként választotta magának, a buszozás eszközként szolgált mindehhez, na de a fantasztikálás. Az volt a hobbija. Azt szerette egyébként a legjobban, hogyha mindhárom tényező egyszerre érvényesül, azaz, felszáll egy csuklós buszra, keres egy olyan helyet, amit nem állnak körbe hönkifejű pufikabátos emberek, leül oda, teletömi a száját zsömlével, kibámul az ablakon, és egy nagyvilági buliról fantasztikál. Egy olyan nagyvilági buliról, ahol a műanyag pálmafák alatt csak menő fazonok vannak, ahol mindenki kezében egzotikus koktél van kacskaringó szívószállal, és egy olyan nagyvilági buliról, ahol végre fölveheti rusnyadék pólójára arany manzsettás tengerész zakóját. De az a helyzet, hogy nem nagyon álltak úgy a dolgok, hogy ez meg fog valósulni, főleg azért, mert ugye kedves Robertunk elég behúzóckodó életmódot folytatott. Főleg az esték voltak neki nehezek egyébként, amikor ugye még nagyon buszozni sem tudott, hiszen voltak járatok, amik között 40-50 perc is eltelt, szóval kénytelen volt kitalálni a fantasztikálás háziasított formáját, ami nem más, mint a huhogás. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a lakásotokban lefektettek egy képzeletbeli vasútvonalat, és azon a Pacific 400 gőzmozdony hangját utánozva haladtok végig, és közben a fantasztikus bulinak a részleteiről gondolkodtok.
Olyan részletekre gondolok, mint például kihagyhatatlan részletekre, mint például a csoki szökőkút, lézersók, finger food variációk, meg az idomított makákók, mert szerintem az kell egy nagy világi buliba. Na mindegy, szóval húhogással teltek az esték kis Roberto életében, de egyszer az egyik nap történt egy furcsa dolog. Nem tudni, hogy miért, de amint Roberto elhaladt a konyhában porosodó mikrohullámú sütő mellett, az valahogy magától, talán a cikázó gondolatoktól életre kelt. Azaz felgyulladt benne a villany, és duruzsolva a forgótányér pörögni kezdett. Roberto először kizárta ezt a dolgot, mert szeretett volna alapvetően ugye a húhogásra koncentrálni, de aztán utána a kíváncsisága mégis arra hajtotta, hogy kinyissa az ajtót. A mikrohullámú sütőben egy édes tölcsér alakú, gülüszemű madár volt, aki éppen a tuki csőrével próbálta szétrepeszteni az üvegtálcát. Nos, ő volt a buli első érkezője, szociális bagoly. Szociális bagoly, aki alapvetően arra teremtődött, hogy az olyan kis gyógyegereket, mint Robika szockózásra szoktassa. Szockózás kettős pont, barátokat találni, és ezáltal beilleszkedni a társadalomba. Szóval egyébként szociális bagoly nem ma kezdte a szakmát, dolgozott ő már például Dél-Amerikában, a dzsungelben, egy kecsua sámán mellett, akinek eléggé apokaliptikus gondolatai voltak, legutóbbi munkakörében pedig San Franciscóban volt egy langusztabárnak a programigazgatója. Mondhatjuk, hogy egy picit túl forró volt a vére ehhez az éghajlathoz, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mikor megérkezett, tökéletesen tudta, hogy mit kell tennie. Találnia kell valakit, aki beindítja a bulit. Márpedig a legnagyobb bulikat, azt mindig a forradalmárok robbantják ki. És neki volt a fejében valaki erre a pozícióra. Nem más, mint életének kudarca, akit soha nem sikerült szockózásra szoktatnia. Jupiter Hombár. Jupiter Hombár a hörcsök testbe zárta agresszor, aki csak is azért jött a világra, hogy egy szép napon a stromba döntse. Így hát kedves Robertónk és szociális bagoly, állatkertes kekszekkel felszerelkezve elindultak, hogy megkeressék az agresszort. Nem volt egyszerű dolguk egyébként, mert Jupiter Hombár egy föld alatti katakombában élt, aminek a hangulata körülbelül a 80-as évekbeli italodiszkó és egy atomtenger alatt járó között helyezkedett el. Egyébként csomó eszközt felhalmozott ott, olyanokra gondoljatok, mint analóg szintetizátorok, fézerek, delay pedálok, kompresszorok, meg egy csomó édesség. Édesség alatt nem tudom, ti mit értetek, de én a citromos nápolyt, a konyakmedjet, kakaós csigát, meg a linzereket. Szóval teljesen fel volt vele szerelkezve, talán felmerül bennetek a kérdés, hogy miért. Azért, mert egy sátáni tervre készült. Ez volt a bombahadművelet. Azaz, hogy szerencsétlen kis testét indokolatlan sok édességgel teletömve, körbejárja a várost, azt kutyaszarokkal telerakja, amiben az emberek, ha belelépnek, táncoló technozombivá változnak. De mivel, hogy tapasztalt versenyzőről beszélünk, nem csak az eszközöket szerezte be, hanem egy valódi, győzelmi himnuszt is írt ehhez az akcióhoz. Ez volt az ő főműve, életének slágere, a Das ist dein Bomba. Das ist ein Bomber, das ist ein Bomber, das ist ein Bomber.
Ezt a mellényt nem szoktam az utcára hordani. De ma este muszáj volt felvennem, ugyanis ez a mellény Tucán Hernández jogger mellénye. Jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogy ki az a Tucán Hernández. Nos, Tucán Hernández az a rádiósztár, akivel Szociális Bagoly és Robika a Hörcsögnek találkoztak az Odújában, valamint az, akit Jupiter Hombár azért rabolt el, hogy közösen készíthessék el ezt a slágert. Egy-két fontos információ egyébként Tucán Hernándezről. Ne szépítsük, ő a nők kedvence. Egy bálásruha kereskedést működtet a lakótelepen, ahol hónapról hónapra új lédikabátokat hoz a hölgyek nagy örömére. És hát emellett egy született bájgúnár, aki haját minden reggel akkal feltupírozza, felsőtestét bronzosra szoláriumozza, valamint mindig az évszaknak megfelelő olasz mokaszínnel topog végig az utcán. Ja, és még egy fontos dolog. Tucán Hernández pontosan tudja, hogy hogy kell egy bulit felhevíteni. Nem mással, mint a fülettség istenével, Pupu Javambóval, aki csak is akkor jelenik meg a híveknek, hogyha a buli már kellőképpen forró. Szóval most szeretném a színpadra hívni Krisztát és Janit, akikkel közösen megpróbáljuk megidézni nektek Pupu Javambót, és egy kicsit felfűteni itt a hangulatot. Következzen az Inspire Humanité. Pujavamba, pujavamba, pujavamba. Inspire humanity, inspire humanity. This is a rhythm of the center of the Africa. Inspire humanity, inspire humanity. This is a message of pujavamba. Coca-Cola, JetBlue, inspire humanity. Kedves kis emberek, nagyjából ennyi volt benne az én fejemben ma este,
de szerintem a tietekben is van valami hasonlóan izgalmas. Csak az a lényeg, hogy beengedjetek hozzá. Köszönjük szépen, sziasztok!